áruló vagy. Köszönjük az érmeket, melyeket Magyarországnak szereztél. Magyarország nagyját tett, te pedig a csúcson elhagytad őt. Ezek a mi érmeink is, a magyaroké. Ezek után remélem életjáradékot sem kap. Én nem drukkolok neked többé. Remélem ez a húzavona nem fogja tönkretenni a pályafutásodat. A vélemények megoszlanak Natasa ügyét illetően. Rengetegen támadják, de épp annyian vannak azok is, akik kiállnak mellette. Egy biztos, minden napra témát szolgáltat a sajtónak. Búcsú sajtótájékoztatóján még azt mondta, férjének állásajánlata van a szerbeknél, így etikátlan lenne, ha ott edzene. Nem őszinte, meg nem... Tehát nem adhatja mindenét a munkába, amit szeret, amit csinálhat, mert akkor megvernek engem a szerb lányok, mert én tudom, mennyit tud a férjem a kajakenúról. Azóta kiderült, nincs edzői ajánlata Andró Dusevnek, legalábbis egyelőre. Akkor azt mondták, nem gondolkoznak B-tervben, hiszen mindenképpen menni akarnak Szerbiába. Viszont úgy tűnik, a Magyar Kajakkenu Szövetség döntése után mégis kell egy B-terv. Múlt héten szerdán, október 24-én ugyanis úgy döntött a Magyar Szövetség, hogy a kajakozó csak akkor indulhat jövőre szerb színekben, ha valaki október 31-ig kifizet érte 150 000 eurót. A szövetség főtitkára szkeptikus a szerbek fizetési hajlandóságát illetően. Kicsi esélyt látok rá. A Szerb Olimpiai Bizottság kinyilvánította ezen az egyeztetésen, hogy soha nem ajánlottak a versenyzőért pénzt, ahogy a versenyzőnek, úgy az edzőjének sem. A férjének sem, és nem is gondolkodnak abban, hogy fizetnének bármikor összeget is a versenyzési jogáért. Ezt megerősíti, hogy a szerbek a hírek szerint a Nemzetközi Szövetséghez fordulnak, mert sérelmezik, hogy egyáltalán fizetniük kellene egy szerb állampolgárért. Egyébként azt mondják, nem tudnak és nem is akarnak ennyi pénzt fizetni. A képlet pofon egyszerű. Ha valaki, akár maga a versenyző, kifizeti a kért pénzt szerdáig, mehet. Ha nem, akkor a szövetség nem adja ki a kajakos versenyzési engedélyét, ami pedig azt jelenteni, hogy szerb színekben 2 évig nem versenyezhet. Na de ugye időközben lett egy B-terv. Ahhoz nem kell a Magyar Kajakkenu Szövetség hozzájárulása, hogy Janis Natasa 2013-ban Bulgáriában bolgár színekben versenyezzen. Tehát ott azt a házassága miatt, mivel hogy bolgár állampolgárhoz ment feleségül, ez a nemzetközi szabályok alapján járt neki. Habár sokan nem hitték volna, a legfrissebb sajtóhírek szerint bizony Natasa ezt az utat választja. Ez a legvégső megoldás, ez gyakorlatilag igazán az egyetlen menekülési útvonal az egész ügyből, meg azért, hogy a Natasa jövőre is indulhasson a világbajnokságon, és be tudja bizonyítani azt, hogy ő a világon a legjobb. Tehát könnyen meglehet, hogy a magyarok és a szerbek is buknak az ügyön, és a bolgárok nevető harmadikként futnak be. Se nem végleges ez a dolog, se nem mondható ki biztosan, hogy Bulgáriába fog menni, ugyanis még mindig várható különböző más esemény is. Például az, hogy a szerb állampolgárságot fölveszi a férjem, az Andró Natasának, és gyakorlatilag ez alapján tud majd Szerbiába költözni. Túl azon, hogy Natasa jól dönte vagy nem, elfogadjuk-e vagy nem, talán érdemes végig gondolni, hogy kinek a legkínosabb ez a helyzet. Nem lehet, hogy a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek, aki olyan szabályozást tart a mai napig hatályban, hogy egy sportoló külföldi állampolgárral történt házasságkötés esetén kérdés nélkül versenyezhet új országa színeiben, talán inkább erről kellene vitatkozni.